Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal megnézzük azt, hogy hogyan tudunk a térbeli adatbázisunkhoz egy térinformatikai alkalmazásból kapcsolódni, és lekérdezéseket megfogalmazni, és azt megjeleníteni a térinformatikai alkalmazás segítségével. Erre a célra a QGIS alkalmazást fogjuk felhasználni. Ez egy szabad és nyílt forráskódú térinformatikai rendszer, tehát mindenki könnyedén eléri és letölthet. Klikkeljünk a letöltés most gombra, ahogy mutatom a képernyőn, és attól függően, hogy milyen operációs rendszerünk van és milyen uh, architektúrájú processzorunk, töltsük le a hozzá uh, passzoló uh, binárist. Én igazándiból a 3.12-es verzióból a 64 bites fogom letölteni és telepíteni. Ha elindítjuk a letöltést, és letöltődik a telepítő, akkor telepítenünk kell az alkalmazást, ami nagyon könnyedén, next, next, finish, megszokott módon történik, erről nem fogok külön videót készíteni. Indítsuk el az alkalmazást, és ugye, ha elindítottuk és betöltődött az alkalmazás, ez az üres képernyő fogad bennünket. Mivel ez a videó nem a QGIS térinformatikai alkalmazásról szól, ezért csak tényleg a téradatbázisokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket mondom el. Először is, itt baloldalt lehet adatforrást hozzácsatolnunk a rendszerhez. Itt látható a Specialite. Nyomjunk egy jobb klikket, és új kapcsolat ki kell tallóznunk az adatbázisunkat, amit ugye már létrehoztunk az adatforrásokból. Ez egy téradatbázis lesz SQLite alapokon. Megnyitás. Ha mindent jól csináltunk, akkor itt szépen látszik maga az adatbázis, és benne láthatóak az adattáblák. Na most jelenítsük meg, csináljunk a táblákból rétegeket. Ezek igazándiból azonos fogalmak ebben az esetben. Tehát egy tábla egy réteget fog jelenteni a QGIS rendszerében. Jobb klikk, hozzáadás a projekthez. És látható, hogy megjelenik Olaszország a régiók alapján. Ugye a régiók együttese rajzolja ki Olaszországnak az ismert térképét. Ezek után a műveletet hajtjuk végre a megyékre. Most a megyéket látjuk, végül pedig a községekre. Láthatjuk, hogy a községek, a megyék és a régiók együttese ugyanazt a. Ö, jól ismert Olaszország térképet adja ki, amit már megtanultunk korábban ö, tanulmányaink alatt. Na most, itt baloldalt a rétegek kezelésénél lehet ugye a sorrenden változtatni, meg kibekapcsolgatni az egyes rétegeket, és akkor mindig csak azt jelenítjük meg, amire nekünk szükségünk van, a sorrendet pedig ilyen drag drop technikával tudjuk megváltoztatni. Igazándiból, amit még meg szeretnék mutatni, hogy jó lenne, ha valamilyen háttér rétegünk lenne, hogy elhelyezzük kontextusába a poligonjainkat. Ugye, a, is beszélek, szeretnénk egy világtérképen megjeleníteni ezeket a poligonokat. A környező országokkal és dombozatokkal, úthálózattól kapcsolatosan hogyan helyezkednek el ezek a poligonok. Erre nagyon könnyű megoldás kínál, az XYZ TICE menüpont, ahol ugye itt látható, hogy van egy OpenStreetMap internetes térképforrásunk. Ezt is adjuk hozzá a projekthez. Látszik, hogy be is töltődött. Egy célszerű legalúra elhelyezni, hogy minden ugye fölötte legyen, és most egyelőre csak a régiókat jelenítem meg, és látható, hogy jól választottuk meg a vonatkoztatási rendszert, mert a poligonok kontújai szépen illeszkednek az országhatárokkal, amiket az OpenStreetMap térkép jelenít meg. Hogy még szebb legyen a kép, célszerű még azt is megtennünk, hogy a poligonokat egy picit áttetszővé tesszük, hogy rámegyünk az adott rétegre, tulajdonságok, és itt ugye a jelrendszernél az átláthatlanság mértékét lejjebb vesszük, legyen mondjuk 80% és alkalmazzuk. És akkor már is látható, hogy szépen ugye alatta az OpenStreetMap-nek a, a képe megjelenik a poligonok alatt. Jó, ezt ugye meg tudjuk tenni a többivel, ugye régió, utána jönnek a provinciák, bekapcsoljuk, ott is átrakjuk, majd ugye jönnek a községek, és ugye ott is be tudjuk ezt állítani. Jó, oké. Most, hogy meg tudtuk jeleníteni a térinformatikai alkalmazásba a téradatbázisunknak a legfontosabb rétegeit, fogalmazzunk meg egy SQL lekérdezést. Ezért most navigáljunk a menüben a D adatbázis kezelő menüponton keresztül a DB kezelő felületre. Itt bal oldalt a szolgáltatók közül válasszuk ki a specialite ugye nyissuk ki, Látszik, hogy itt van maga a fájl, be van talózva, már kapcsolódott a rendszer az adatbázishoz, és ugye itt meg tudjuk nézni megint csak a táblákat. Ugye kiválasztunk egyet, itt van egy info, általános információk, ugye sorszám, név, adattípus, ezekről még nem beszéltem, majd kicsit később, és ugye, hogy lehet-e null vagy sem, erről is majd kicsit később beszélek. A táblánál ugye megjelennek maguk az oszlopok, amiket ugye a Special Eye ba is láthattunk. Oké. Okay. Most hozzunk létre egy lekérdezést. Menjünk az SQL ablakra. Válasszuk ki ezt a nyomógombot és lejön egy új tab, létrejön egy új tab, amiben SQL lekérdezést tudunk megfogalmazni. A következő lekérdezést fogjuk futtatni, ugye visszatérünk a provincia táblából, a provincia kódjával, a provincia nevével, és a betűjelével, ott, ahol a régió az a 9-es kóddal szerepel. Ugye ez mit jelent, ha betöltjük a provincia... Táblát, oké, okay, most sikerült. Tehát ugye minden provincia, hogy tudja, hogy melyik régióhoz tartozik, van -e egy kód alulvonás reg oszlopa. Ez megadja, hogy melyik provinciához tartozik. És mellette pedig látható, Ugye itt van a régiókód, mellette pedig maga a provinciának az azonosítója. Ezt fogja majd használni a község, hogy melyik provinciához, tehát megyéhez tartozik. A provincia oszlop a provincia nevét adja meg, a szigla pedig betűszó, ugye a provinciának a rövidítése. Itt látható, hogy Padova, annak a rövidítése a PD. Szalelnónak pedig SA. A pop alulvonás 2011 pedig ugye a provinciának, mondjuk így megyének a lélekszámát adja meg 2011-be. Jó, most hogy nagyjából értjük az adatunkat, az adattáblának a felépítését, és megfogalmaztuk ezt az SQL lekérdezést, ami ugye a 9-es kódú régióhoz tartozó provinciákat fogja kilistázni, a Prof. 2.11 alulvonás S táblából futtassuk, tehát végrehajt. Megkaptuk az eredményhalmazt Szépen. De mi ezt meg is szeretnénk jeleníteni, ezért szükségünk lesz geometriára. Ha megint visszamegyünk a provincia táblába, akkor ugye itt látható a geometria oszlop, tehát ezt is a lekérdezésbe kell foglalnunk. Visszajövünk. Azt mondjuk, hogy geometri. Végrehajt. És megkaptuk a geometriát. Oké, most meg kell jelenítenünk a lekérdezésünket a QGIS felületén. Be fogjuk tölteni új rétekként. Hát legyen ugye az oszlopnak a neve a provincia, oszlop egyedi értékkel, és a geometria oszlop pedig, pedig legyen maga a ge geometri. Jó, és betöltés. Visszamegyünk ide a QGIS-e, Oké, ez bezárjuk ezt a figyelmeztetést. Na, oké. Itt látszik, hogy hozzáadtam feleslegesen, amikor klikkelgettem új rétegeket, ezeket letörlöm. De ugye maga a query layer, hogy ezt a nevet kapta automatikusan a, 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 az új rétegünk, már itt látható. Jó? Tehát, hogyha most a községeket kikapcsoljuk, ugye a provinciákat is, és akkor a régiók láthatóak itt, és a, a 9-es régiónak, ami ugye itt van, a 9-es régióhoz tartozó provinciákat tartalmazza ez a lekérdezésünk, amit megfogalmaztunk. Jó. Mi az, amit még tudunk csinálni? Ugye azt is tudjuk csinálni, hogy a lekérdezésünk alapján osztályozás hajtunk végre, töltsük be majd ide ebbe a rétegbe a populációt, most ezt kitörlöm, és újra megcsináljuk, gyakorlásképpen. Visszajövünk a DB kezelő ablakba, és ugye a lekérdezésbe belefoglaljuk a populációt is, tehát POP, alulvonás 2011, az oszlopnak a neve. Igen, sikerült a lekérdezésünk. Csináljunk belőle akkor egy új réteget. Betöltés új rétekként. Rétegnév legyen az, hogy tudom én megyék. Oszlop egyedi értéke legyen a POP alulvonás 2011. A geometria oszlopa az a geometri. Jó. És szépen hozzáadjuk. Látszik, hogy itt megjelent. Oké, a megyék, jobb klik, tulajdonságok, és a jelrendszerbe vagyunk, és az egyedi szimbólumból menjünk át a kategorizáltra. Jó, tehát ugye ezt válasszuk itt ki. Értékeknél válasszuk ki azt, hogy POP 2011, színskálának válaszunk mondjuk egy ilyen spektrálisat, és végül pedig itt alul osztályozzunk. Jó? És oké. És akkor szépen a lélekszám alapján tudunk, tudtuk osztályozni a megyéket. Jó? Infót is tudunk kérni róluk, Kiválasztjuk, és akkor itt szépen megjelenik ugye a provincia kódja, a neve, ö, rövidítése és a lélekszáma. Jó. De ahogyan klikkelgetünk, úgy kapunk infót az adott poligóról. Jó. Na most igazándiból ez még ö, szimplán télinformatikai videónak is elmehetne. Ebben geoadatbázis nem sok volt, csak ugye SQL nyelv segítségével fogalmaztunk már lekérdezéseket. Viszont nekünk van egy nagyon érdekes adattáblánk, mégpedig a városok, a cities 1000. Ebben még nem szerepel olyan geometriai típus, például pont, hogy térképre tudjuk tenni az adatokat viszont van két oszlop, ami a koordinátákat tartalmazza, és abból, ha létre tudnánk hozni automatikusan egy pont objektum típust, akkor a térképe tudnánk rátenni. Nézzük is akkor meg, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni. Jó. Tehát itt vagyunk újra. A Cities táblát kiválasztom, itt bal oldalt. Ugye a DB kezelőben vagyunk. Citiz 1000 táblát, és a tábla nézeten belekukkantunk, hogy mi van ebbe a táblába. Az oszlopnevek nem túl beszédesek, de ha betöltjük a cookbooknak az adott oldalát, amit már mutattam egy korábbi videóba, amit most is betöltök, akkor láthatjuk, hogy szépen le vannak írva az egyes oszlopoknak a jelentései. Ami nekünk ebből fontos lesz, az a név, hogy mi a városnak a neve, valamint az, hogy latitud, longitud koordináták melyik osztóba vannak, ez az 5-ös, 6-os, és milyen vonatkoztatási rendszerben kell a pontokat ugye, értelmezni. SRID, ugye 4326, VGS 84. Ez a legfontosabb. És amit még tudnunk kell, az az, hogy a tér Adatbázis kezelőknek vannak úgynevezett függvényei, amelyel a szöveges vagy, szám, szöveget, vagy számot tartalmazó oszlopokból ö, pont típust hoznak létre automatikusan egy lekérdezés eredményeképpen. Tehát nekünk a feladatunk az a doksi alapján, hogy az 5-ös, 6 oszlopból ugye, ahol, amiben a VGS84 koordinátának egyik-másik komponense szerepel. ezekből hozzunk létre egy pontot. Erre egy térfüggvényt fogunk felhasználni a Spacer segítségével. Na hát, akkor fogalmazzuk meg ezt a lekérdezést. Átjövünk a lekérdezés ablakba. És megírjuk a lekérdezésünket. Mit is látunk? Ugye szelekkel kiválasztjuk a COL 02 oszlopot, adunk neki egy nevet, ez a ném, ez lesz ugye a város neve, a COL 6-os 5-ös lesz a longitud-latitud, ezeket is lekérdezzük, és itt jön a lényeg, a make point függvényen a COL 006 vesző COL 005, oszlopokból kivett értékeket a 43 os vonatkoztatási rendszerben értelmezzük, létrehozunk ebből egy pontot, ugye még point, aminek a neve pedig az lesz, mint oszlop név, hogy geom. Jó? Honnan fogjuk ezeket az adatokat kérni? A Cities 1000 táblából, és mivel ebben nagyon sok ország városa van, ezért van egy well feltételünk, ahol megadjuk a col 009-et, ami az ország kódja, és megadjuk, hogy IT, tehát csak olaszországi pontokat kérünk. Nézzük meg, hogy mi lesz az eredmény, ha halmaz, ha lefuttatjuk. Végrehajt. Sikerült minden. Jó. Van a név, a, a név, long, lat, koordináta és a geometria, ugye ebbe az oszlopban szerepel. A pontippussal. Jó? Adjunk neki ő nevet, városok. Jó? Oszlopnak legyen a neve az egyedi értékkel, és geometria oszlop pedig geometria betölt. Jó? Visszamegyünk a QGIS-be, és látható, hogy szépen, ugye a városok réteg megjelent a projektünkbe, és a pont objektumokkal meg, tudtuk, meg tudtuk jeleníteni a City táblának az úgymond egyedeit szépen. És akkor tulajdonképpen mindent látunk. Itt van Milánó, egy pöttyer, körülötte ugye a községhatárok, és ott is ugye az adott városoknak a középpontja egy pöttyel van vagy településeknek a középpontja egy pöttyel van ö, megjelölve. Nos, mivel mi alapvetően téladatbázis kezelése foglalkozunk ebben a kurzusban, hogy kell létrehozni táblákat, hogy kell lekérdezéseket megfogalmazni, ezért mi a QGIS rejtelmeiben nem fogunk elmerülni, de azért jó sokszor látnunk azt, hogy egy lekérdezésnek mi az eredménye, hiszen vizuálisok vagyunk. Ezek kiválóan alkalmas a QGIS szoftver, hogy a lekérdezéseinket tudjuk vizualizálni, de legtöbb nem ezt az alkalmazást fogjuk használni, hanem a Space Ori hiszen abban, a, ha csak az eredmény táblát vagyunk kíváncsiak, mint lekérdezési eredmény, az nekünk bőven elegendő lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és talán ez a videó segített abban, hogy elképzeljük, hogy miről is szól egy tél adatbázis rendszer, és innen fogjuk a következő videóban folytatni. Sziasztok!